Elnök úr, tisztelt kongresszus, kedves barátaim! Jobb lett volna, ha ma nem egy ilyesmiről beszélünk. Jobb lett volna, ha ma nem arról beszélnénk, hogy kit miért üldöznek, kit miért kergetnek, milyen jogainkat tiporják, hanem arról beszélnénk, hogy hogyan kell építkezni. De sajnos, hogy ez is életünk része, és én úgy gondolom, hogy ez a mai javaslat két kulcsszóban fogalmaz meg üzenetet. Az egyik a szolidaritás. Hiszen, hogyha közülünk valakit támadnak, akkor mindannyiunkat támadnak. Hogyha valamelyik jogunkat elveszik, akkor mindannyiunk jogát elveszik. Én úgy gondolom, hogy ez megér egy misét. A másik szó az erő. És erre hoztam egy pár szemléltető eszközt az elmúlt évekből, amelyeket remélem, hogy felismernek önök is. Ez sok-sok évvel ezelőtti kampányunk választási pólója. Amikor ezt viseltem, akkor ezt mondtuk. Együtt, szabadon. Ez pedig egy másik kampány választási pólója. Amikor ezt viseltem, akkor ezt mondtuk. Szövetség az Unióban. Én azt hiszem, hogy akkor éreztük ezt az erőt. Akkor éreztük, hogy ez az együttlét, a szabadság, az erő, az unió, a miénk közös erőnk. Úgy gondolom, hogy ma is azt kell lássuk, hogy ezek mind közös erőink. Ezelőtt két esztendővel a kongresszuson azt mondtam, hogy én egy olyan szövetségben szeretnék élni, amely kiáll a jogokért, az emberekért, a közösségért, és tesz mindannyiunk érdekében. Azóta eltelt két esztendő, és mit látunk? Visznek el embereket, vonnak meg jogokat, a MOGYE nem működik, pedig törvényes kerete megvan hozzá, és mindezek arra utalnak, hogy nekünk föl kell lépnünk. Legyen hát ez a mai közlemény, ez a mai állásfoglalás mindannyiunk felemelt hangja, az igazságtalanság, a jogtiprás, a megkurcolás ellen. És legyen ez a közlemény, az állásfoglalás mindannyiunk kinyújtott keze azok fele, akiket hurcolnak, akik dolgoznak, és akik megérdemlik, hogy mellettük álljunk. Köszönöm szépen!